Szép jó estét kívánok! A mai előadónk dr. Falus Ferenc, orvos, meg ANTS igazgató volt, vagy vezető, meg kórházigazgató, és egészségpolitikus minőségében van ma itt. Ez már hivatalosan bírósági döntés alapján SZEMA Egyesület Szabad Egyetem sorozatának, azt hiszem, hogy talán az ötödik része, és nyáron nem lesz, ősszel fogjuk folytatni, hogy a nyári szünet előtti utolsó előadónk Falus Ferenc, aki nagyon sok mindent el fog nekünk az egészségügyről ma mondani, azt ígértek. Magáé a szó, Ferenc. Köszönöm szépen. Próbálnám gyorsan mondani, mert hogy itt a társaságnak a szakértelme azért az átlagosnál lényegesen magasabb, és a füves ábrák nem erre készültek. Próbálnék egy kis képet alkotni arról, hogy mivel is állunk szemben, és mit lehet ebben a helyzetben csinálni. Az elején mutatnék néhány ábrát, egy norvég diplomata csinálta, hogy hogy néz ki a világ, és hogy néhány ábrában próbálta jellemezni, 2004-esek az ábrák, mik azok a kihívások, ha szabad így mondani, amivel szembenézünk. Tehát például, hogy Európában kicsit többen vannak a benzinfogyasztók, mint a benzin előállítók, ezzel foglalkozni kéne. Angolában egy kicsit többen vannak, vagy legalább annyian vannak a HIV-fertőzöttek, mint a malária-fertőzöttek, és a sárga az, akik orvosi ellátásban részesülnek. Brazíliában azok a kis pöttyök ott középen, azok azt mutatják, akik 100 000 dollárnál többből élnek, a zöld terület a 10 dollárnál kevesebből élőket mutatja. 2004 azóta biztos inflálódott a helyzet. Burkina Faso-ban a gyerekek, akik 1 éves koruk előtt meghaltak, akik 3 éves koruk előtt meghaltak, és az a sárga csillag, akik a 3 éves korukat túlélik és a felnőtt kort megélik. Kína 14 év alatt, akik dolgoznak, és akik 14 év alatt tanultak, megint a sárga, akik tanulnak, ez is 2004, azóta Kína nagyon sokat biztosan változott. Kolumbia, ugye a sárga a kokain export, a piros a banán export, a kék a kávé export, hogy szerintem súlyos gondok vannak országban, amivel foglalkozni kell. Szomália, nők, akiket körülmetélnek, és a fehér szín, akik körülmetéletlenek. Amerika, ugye hát ez most már kevéssé aktuális, de tulajdonképpen majdnem, hogy újra aktuálissá vált. A piros és a fehér, akik támogatják és ellenzik az iraki háborút, és a kék szín az, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy hol van Irak. Ez valószínűleg most néhány más országra is igaz. Tehát alapvetően ebben a helyzetben azt kell eldöntenünk, hogy mit tekintünk egyáltalán értéknek, és hogy ebben van-e valamilyen konszenzus közöttünk. És én azt gondolom, hogy a legfontosabb az lenne, hogy azt tekintsük értéknek, ami az egészségünk és az egészségben eltölthető életéveink számának a növelése lenne az a legfontosabb érték, amit szerintem mindenkinek el kellene tudni fogadni. Most ehhez persze kell egy megállapodás arról, hogy mit tekintünk egészségnek, és az a megállapodás, ami most a világban a legelfogadottabb, az már tágabb annál, mint hogy az egészség a betegségnek a hiánya, hanem azt írja elő, vagy azt fogadja el, hogy a szociális igényeinknek, a környezetünk elvárásainak meg tudunk-e megfelelően felelni, akkor vagyunk egészségesek, ami hát föltételezi azt, hogy van egy megfelelő életminőségünk, amihez van egy számunkra elfogadható mértékű jövedelmünk, megvan az a függetlenségünk, ami ahhoz szükséges, hogy ne legyünk kiszolgáltatva a környezetünknek, barátaink legyenek, legyen kivel szóba állni, és ami hát egy nagyon nehezen, tulajdonképpen nem nehezen mérhető, de mégis ezektől a feltételektől viszonylag független az, hogy elégedettek vagyunk-e az életünkkel, vagy nem, mert ugye van, aki 10 dollártól elégedett, és van, aki 2 milliárdból is elégedetlen. És akkor nagyon lényeges az, hogy milyen célok és eszközök állnak a rendelkezésünkre, és hogy ezzel mit kezdjünk. Tehát, hogy hogyan határozzuk meg a céljainkat, és hogy a céljaink meghatározásához van-e mögöttünk egy konszenzus, tudunk-e hozzá megfelelő támogatásokat szerezni, és hogyha ezek az eszközök már a rendelkezésünkre állnak, akkor mit kezdünk ezzel? Hogyan osztjuk ezeket szét? Ki fog ezekben az ügyekben dönteni?
van-e mögötte valamilyen társadalmi megegyezés, vagy a minisztériumi hátsó szobákban az előző év bázisán egyszerűen eldöntik, hogy a következő évben mondjuk a daganatos betegek gyógyszerelésére mennyi pénzt fogunk fordítani, teljesen független attól, hogy hány beteg van, vagy milyen az ellátó kapacitás. Na most mit szeretnénk elérni? Szerintem legalábbis. Ugye az egyik, ugye, hogy minél tovább éljünk és egészségben. A második dolog, ami szerintem fontos, hogy egy gyors, hatékony és humánus egészségügyi ellátást kapjunk. Természetesen minden szónak megvan a jelentősége. Könnyű legyen a hozzáférés, rövid legyen a várakozási idő, és kiszámítható költségeket jelentsen. Egy pillanatra megállnék azért abban, hogy a rövid várakozási idő mit jelent, elnézést a nagyon egészségügyiektől itt. Ugye, hogy akkor rövid a várakozási idő, hogyha én elmegyek a házi orvoshoz, és engem azonnal fogad, mondjuk egy 10 perces várakozási időn belül, majd ad egy beutalót, aminhez 4 hónapot kell várnom, és akkor utána majd valamikor elkezdődik a kezelésem. Vagy bemegyek a házi orvoshoz, ott várok másfél, vagy 2,5 vagy 3 órát, de ő egy olyan gyógyszert tud nekem adni, amivel az én panaszaim megszűnnek, vagy legalábbis a gyógyulásom elkezdődik. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mi történik, és szerintem azt jelenti a rövid várakozási időt, hogyha az én panaszaim megjelenésétől, az én panaszaim enyhüléséig tartó időt tekintem annak. Ennek most ugye azért van jelentősége, majd visszatérünk rá, ugye, hogy most bejelentette a kormányzat, hogy a daganatos betegeket 14 napon belül elkezdik vizsgálni, majd beszéljünk erről, hogy ez a valóságban mit is jelent. És hát megfizethető legyen, elérhető legyen mindenki számára, ugye, mert nagyon kedvesek, barátságosak, demokratikusak vagyunk, de azért nagyon fontos, hogyha valami baj van, akkor én is megfelelő gyorsasággal jussak hozzá ehhez az ellátáshoz. Ez némi konfliktust azért jelent. Na most egy pillanatra kitérek, de nem nagyon ettől a dologtól. Tehát ahhoz, hogy a nyugdíjrendszer átalakítása az indokolta, hogy ezt a társadalombiztosítási rendszert megszüntették. Miért is csinálták ezt az egész ügyet? Ugye valamilyen módon ezt a 3000 milliárd forintot, ezt mégiscsak elvették tőlünk. És miről szól ez a történet? Arról, hogy az utolsó 100 évben az átlag életkor, ugye, tehát ebben a csecsemőhalatozás azért bőven benne van, az 40 évről 70 év fölé, tehát lényegében megduplázódott ez alatt a 100 év alatt. Ugye, tehát ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy megfelelően élni tudjunk, és érdemes azért megnézni ezt az ábrát, ugye, hogy a halálozásban 3 ilyen pik van benne, az egyik az 1905, fogalmam nincs, hogy miért, és akárki próbáltam megtudni, nem tudjuk. Az influenza járvány 1918-ban azért érdekes, ugye, mert nagyobb halálozást jelentett Magyarországon, mint az első világháború, és a második világháborúnak a vége, ez a jelentős kiugrás. Na most miért érdekes ez a nyugdíj dolog, meg az egészségügyi ellátás kapcsolata? Azért érdekes, mert ugye a korfa az ilyen sovány lesz belátható időn belül, tehát kevesen lesznek, akik fiatalok, munkaképesek, és egyre többen leszünk azok, akik ellátásra fogunk szorulni. És ez az ábra pedig azt mutatja, hogy a jövedelmi viszonyok és a várható élettartam között nagyon szoros az összefüggés. Tehát, hogyha nincs megfelelő jövedelmünk, nincs megfelelő nyugdíjunk, akkor elég kevéssé várható, hogy ebbe a jobb szélső tartományba tudjunk menni. Na most hát mit várhatunk az egészségügyi ellátástól, hogyha az Orbán kormány maradt, ugye most már ez többször előfordult velünk, de mégis. Ha megtetszenek nézni, az Orbán kormány elég határozottan üzent, hogy mire számíthatunk. Ugye ott az első Orbán kormány idején ott lehet látni ezt a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot, ami ugye nem lett volna az igazi rövidítés, ami leírta volna azt, hogy mi az üzenet ennek az összevonásnak. Aztán NEFP-re módosították, hogy ne legyen olyan rossz a rövidítés, de hát ez semmi másról nem szól, mint arról, ami rögtön az első pillanatban, vagy első néhány hétben ki is derült, hogy a pneumokokusz megbetegedés elleni oltóanyagnak a költségvetési tétele az nem az egészségügy költségvetésében volt korábban, hanem egy állami tartalékban. És akkor ez a NEFMI minisztérium átírta a pénzügyminisztérium utódminisztériumának, hogy hát kérjük szépen azt a 2 milliárd forintot, hogy meg tudjuk venni az oltóanyagot, és visszaírtak, hogy annyi pénzen ültök, hát vegyétek el a többiektől.
Tehát, hogyha baj van az egészségügyel, vegyük el a kultúrától, a kultúrától van baj, vegyük el az ifjúságtól, és így tovább. Tehát ez a minisztériumi struktúra, ráadásul ugye jól látszik a protokollban, hogy szegény Réthelyi professzor úrt a legvégére álltak. És ez a helyzet azért javult a későbbiekben, mert utána jött Balogh minisztériumnak a kormánya, át is nevezték a minisztériumot emberi erőforrások minisztériumára, és az államtitkári karotta a háttérben ilyen jó pont kérdés, hogy ki tudja megmutatni, hogy hol áll az egészségügyi államtitkár és a szociális államtitkár. Az egyik ott áll a jobb sarokba hátul, a másik itt hátul a bal sarokba, úgyhogy ez azért jól tükrözi a helyzetünket. És elérkeztünk a legújabb államtitkárunkhoz, Zombor Gáborhoz, akiről, mint jól látható, vannak, akik jutalomból lesznek államtitkárok, és szerintem vannak, akik büntetésből. Zombor Gábor szerintem azért lett államtitkár, mert mint jól látható, a Mercedes beruházásnak a sikere az az ő polgármesterségéhez kötődik, és valószínűleg az én véleményem szerint ő élete végéig boldogan kormányozhatta volna Kecskemétet, mert szerették is, meg békében el voltak vele, az egészségügy vezetését azt még senki nem érte túl tartósan, még ha 4 évig ott is volt, az is furcsa helyzetet teremtett. Most milyen intézkedések voltak, gyorsan fussuk ezt végig, egy kis áttekintésként, hogy mi történt az eltelt 5 évben. Nagyon érdekes a történet így visszatekintve, hogy így előszerettem a régi eseményeket, mert hogy azóta egy csomó minden megváltozott, ugye? A alkohol, szabad otthoni pálinka főzésnek a szabadságharca azért most éppen elbukóban van. Nagyjából szerencsére, ugye volt egy előnye a dolognak, mert a büntethetőségtől való félelemtől egy csomóan megszabadultak, kevesebb nyugtatót szedtek, nem féltek a szomszédoktól. A másik hátránya meg az volt, hogy a pálinka főzés, ezt sajnos nem mindenki tudja, az egy szakma. Van, aki ért hozzá, van, aki nem, és van, aki szándékosan nem ért hozzá, tehát nem mindegy, hogy milyen minőségű pálinkát vagy alkoholt iszunk, és ennek következtében hát lényegesen több Magyarországon az alkohol eredetű májkárosodás és megbetegedés, mint például Franciaországban, ahol ugyan kevesebbet is isznak az utóbbi időben, de jobb minőségű alkoholokat is isznak. Ugye, és akkor utána jött a dohány kiskereskedelemmel kapcsolatos kis tréfa, ugye, és hát többen meg vagyunk fenyegetve az alkohol monopóliummal is, ami még nem történt meg. Beavathatom önöket egy picit az alkoholbetegség különböző trükkjeibe, néhány. Akkor mutatom, hogy Franciaországban hogy változott az alkoholfogyasztás 1980 és 2010 között, tehát 80-ban még minden nap fogyasztott alkoholt a lakosságnak a fele, ma 17%-a. Tehát ez a minden ebédhez egy pohár bor című történet, ez úgy tűnik már csak a regényekben van, a valóságban. Ez jelentősen csökkent, ugye, és megduplázódott az ásványvízfogyasztás, csapvizet is isznak, 3-szorosára nőtt a gyümölcs fogyasztás, és így tovább. Ugyanakkor van egy érdekesség, hogy a patikákban a nyugtatóknak a fogyasztása az ezzel arányosan megnőtt a világban mindenütt. Tehát ilyen tréfással lehet mondani, hogy most már nem a falusi kocsma, hanem a falusi patika az a kiszolgáló hely, ahonnan nagyon sokan vesznek. Ez sem olyan vicces, mert például Ukrajnára ez abszolút mértékben igaz. Ez a dolog, itt esetleg nem a patikába vásárolják azokat a nyugtatókat, és nem is nyugtatónak hívják azt, hanem valamilyen designer drognak, amiről szó van. Most itt néhány ábrát mutatnék arról, hogy Oroszországban és az Európai Unióban hasonlítva különböző életkori bontásban hogy néz ki a halálozás. Ugye, és itt lehet látni azt, hogy a különböző életkori csoportokban, ahol magasabb az alkoholfogyasztás, mint a Nyugat-Európában, ott ennek megfelelően a halálozás is lényegesen eltér, és hát a kicsit lejjebb a nőknél ugyanezt lehet látni. De ezt most kihagyom, mert megyünk tovább. Itt is nagyítok egyet. Itt meg ugyanazt lehet látni, hogy akik hosszú évekig fogyasztanak alkoholt, és tulajdonképpen az 55 éves kort elérik, akkor a különbség elkezd csökkenni. Tehát lényegesen, ugye, és ez Magyarországra is igaz, a férfiak halálozása az alkohol és az egyéb káros hatások miatt ugye 60 év alatt halnak meg, ott van a nagy hiány,
aki már ezt megérte, annak a különbség az már valamivel kisebb lesz. Na most ez is egy érdekes dolog, azért azt mutatja, ugye, hogy amíg Nyugat-Európában azoknak a halálozása, akik 40 évig ittak és alkoholisták, az az utóbbi években azért csökkent, míg az Orosz-Szovjetunióban jól látható, hogy a halálozás a különböző intézkedések vagy katasztrófák hatására visszaesett. Tehát az alkohol tilalom, ami 85-ben, amíg a Gorbacsov vezetett be és részben a bukását okozta később, az a halálozás csökkenését jelentette. Ugyanígy, amikor 91-ben összeesett a Szovjetunió, összeomlott a Szovjetunió, akkor megint megemelkedett a halálozás, és amikor a rubel omlott össze, tehát nem volt pénzük, megint csökkent a halálozás. Tehát, hogy azért ez teljesen mindegy, hogy milyen ok miatt próbáljuk visszafogni, az alkoholfogyasztás annak a halálozásban kimutatható oka van. Ez azért érdemes erről ilyen hosszan beszélni, ugye, mert hogy Magyarországnak az eltelt 5 évben még csak próbálkozása sem történt, hogy alkoholstratégiát hozzon létre, vagy bármit tegyen annak érdekében, hogy az alkoholfogyasztás csökkenjen. Itt ugyanígy a napi vodka fogyasztásnál, hát ugye itt azért a heti 6 üveg vodka fogyasztásnál már elég magas a halálozás. Na most néhány intézkedés volt, ugye, tehát most ez egy elmaradt intézkedés, hogy az alkoholfogyasztással szemben nem csináltak, és emiatt bevezették azt, hogy a várólistán az aktív dolgozók előbbre kerülnek. Ugye ez is egy olyan intézkedés, amit a valóságban nem annyira látunk, de tulajdonképpen egy borzasztóan etikátlan és egy intézkedés, ami egy olyan elemet visz be az orvos-beteg kapcsolatba, aminek ott nincsen helye. Tehát az orvos azt nézi egy két beteg közül, hogy melyiknek az ellátása sürgősebb, hol kell gyorsabban ellátni, hol van szükség a beavatkozásra, és nem azt nézi, hogy az illető táppénzen van, vagy mennyi a, nem tudom milyen, de hát szóval, hogy ez ilyen feladatokat belevinni ebbe, mert ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy azok, akik a hátrább kerülnek, azoknak az egészséghez, a gyógyuláshoz való esélye ezáltal csökken. És hát nyomtatvány készült Rétságon például erre, hogy ezt hogy kell megcsinálni, tehát ez működik. Ugye és például azért lehet látni, hogy itt azért 500 ezer fogyatékkal élő van az országban, ugye ők eleve ki vannak zárva ebből a körből, tehát hogy azért ez egy igen-igen barátságtalan és méltánytalan intézkedés. Következő ilyen intézkedés volt, hogy tőlünk változtatták a támogatott gyógyszerek listáját. Ez az elejénként, ez ugye havonta történt meg lényegében ezzel. Ez is egy pénzkivonási technika volt, beteg legyen a talpán, aki a legolcsóbb gyógyszert akarja szedni, aki képes ezt követni. Szerencsére ritkították, de ennek ellenére ugye itt főleg azt kell majd látni, hogy itt a pénzkivétel és a egészséghez való jog közötti ellentmondás az milyen szépen követhető ezekben. Ugye akkor bevezették azt is, hogy köztehermentes lett a munkavállalóknak az egészségbiztosítási juttatása. Itt egy 5 milliárdos piacot reméltek, ez is nagyon lassan épül föl, lassabban sokkal, mint ahogy ezt eredetileg gondolták. Ez lényegében azt jelenti, hogy a nagy vállalatok vagy profitábilisabb vállalatoknak a dolgozóinak adómentesen lehet egészségügyi ellátást vásárolni. Tehát ez jelenti egyrészt a kivonását egy rétegnek a közegészségügyi ellátásból, ennek megfelelően ugye a másik ellátó rétegbe megy át az a kevés orvos és eszköz, és jelenti azt is, hogy miután adómentesen lehet ehhez hozzájutni, tehát az az adó alap, amiből az egészségügyi ellátást lehetne biztosítani, az is csökken. A nagytérségi ellátás ezzel teljes csődben van, a kormányzat, mondhatnám azt is, hogy szerencsére. Ugye ez lényegében a beteg utaknak a rökközkötését jelenteni, tehát az, hogyha valaki eltér attól a beutalási rendtől, amit előírnak, akkor ő fizesse ki az ellátásának a költségét, vagy annak egy részét, ezt egyelőre nem tudták szerencsére bevezetni, tehát ez tulajdonképpen egy börtön egészségügy. Ennek a másik oldalát is megteremtették, méghozzá azt, hogy az orvosok, akik a kórházakban dolgoznak, azok parancsra elméletileg átvezényelhetők az ország bármelyik más részére, ügyeleti ellátásra vagy kórházi ellátásra, a jogi alapja megvan, csak amíg a határok nyitva vannak, addig az orvosok ezt nagyon kevéssé vállalják, úgyhogy nem nagyon próbálták ezt még ki.
Ami viszont a teljes sikert okozta már az egészségügy tönkretételében, ugye ez a nyugdíjazási rendelet volt, ez, hogy 62 év fölött nem dolgozhatnak az orvosok, csak akkor, hogyha személyre szóló engedélyt kérnek, meghunyászkodnak, megalázkodnak, és így tovább. Többen ezt nem tették meg. De ez még a kisebbik baj lenne. Ennél lényegesen nagyobb baj az, hogy az az orvos, akinek már egy megfelelő gyakorlata van, és mondjuk, hogy olyan 38 és 45 év között van, az elgondolkozik azon, hogy most akkor vállaljon egy főorvosi állást Magyarországon, és azt megpályázza el, esetleg azzal ugye, hogy nem lesznek beosztottjai, munkatársai, az osztályát bezárják, nem lesz pénz a megfelelő működtetésre, és ráadásul bármelyik pillanatban elküldhetik nyugdíjba, azt mondja, hogy ez az utolsó pillanat, amikor még el tudok menni külföldre, és távozik. Ennek több következménye van. A legsúlyosabb következménye szerintem az, hogy nem maradnak olyan orvosok az országban, vagy egyre kevesebb lesz, akitől lehet és érdemes tanulni. Tehát a fiatalok, amikor befejezik az egyetemet, akkor nem az volt a kérdés a világon majdnem mindenütt korábban, hogy az egyetem elvégzése előtt a szakvizsga megszerzéséig mennyi a jövedelmem, hanem az volt a kérdés, hogy ki mellett tanulhatom meg a szakmát tisztességgel, és meddig maradhatok ott. Ha ilyenek nincsenek, és rossz körülmények, akkor persze rettentő fontos, hogy, mennyi a jövedelmem, de hát díjtalan gyakornokként szerezték meg generációk a szakorvosi vizsgájukat annak idején, csak azért, hogy megfelelő professzor vagy megfelelő tanár mellett tanulhassanak. Ügyeleti rendszer ennek megfelelően rettentő nehezen szervezhető meg és oldható meg szakmailag korrektül, és az aktív ellátást nyújtó osztályoknak a minimum feltételei nem lesz meg. Ennek alapján bármikor, bármelyik osztályt ma már be lehetne zárni. Éppen ezért, hogy ezt később is majd visszatérünk rá, hogy ezt hát éppen ezért nem is ellenőrzik. Egyetemre is gyakorlatilag érdemesebb ma már külföldre menni, hogyha fizetős felvételre van csak lehetőség, és ennek megfelelően az egészségügyi ellátás romlik, ugye a legjobbak elmennek, az átlag életkora az ellátóknak emelkedik, és a motiváltságuk is csökkenni fog, és ugye erről mindenkinek van élménye, hogy egy egészségintézményben megy, nem biztos, hogy kivétel nélkül mindenki a legkedvesebb hangulatában lesz, akivel találkozik. És hát ugye azt látjuk, ugye, hogy itt a közösségi érdekek vannak, anélkül, hogy ezzel bárki törődne és foglalkozna velünk. A fékek és ellensúlyok azok felszámolásra kerültek, kikerült az alkotmányból az egészségügyi és a nyugdíjjárulék, megváltozott az alkotmány, helyett egy alaptörvényt kaptunk, az alkotmányban még jogunk volt a lehető legmagasabb tető testi ellátáshoz, az alaptörvényben már mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez, és ezt ugye itt már genetikailag módosított élővényektől mentes mezőgazdasággal és stb. Próbáljuk biztosítani. A szociális jogaink azok nincsenek olyan mértékben garantálva, mint azok a korábbi alkotmányban voltak. Ugye itt az alaptörvény az most már csak arra szól, hogy törekszik minden állampolgárának valamit nyújtani, tehát lényegében a mindenkori parlamentben ülőknek a kénye kedvétől függ, hogy az egészségügyi vagy a szociális ellátásra mennyi pénzt fordítanak. Hát ez take home message, úgyhogy ez mindegy. Na most mi van még tovább marad, szeretett kormányunk? Ugye az egyik legfontosabb dolog az, hogy hát hogy ne legyél beteg, mert kockázatos betegnek lenni. Ugye ezzel sok baj van ezzel a mondattal tulajdonképpen. Az egyik az, hogy ugye a tanulmányok bizonyítják azt, hogy Magyarországon az egészségtudatosság az az első betegség után ébred föl. Tehát a fiatalokban ez nagyon kevéssé van meg. Olyankor kezdünk gondolkozni az egészségünkről, amikor már valami baj ért bennünket. Tehát egy kicsit későn általában. És ugye az, hogy az egészségünknek a fenntartása vagy visszaszerzése mennyi pénzbe kerül, erről az idősebb generációnak elképzelése sem volt, a fiatalok vagy a fiatalabbak talán már gondolnak arra, hogy mennyibe kerül egy viszonylag mondjuk a fájdalom nem hosszú tűrését igénylő csipőprotézis műtét, egy szürke hályog műtét, és így tovább, hogyha az ember nem akarja a várólistát kivárni végső soron. Ugye aztán ilyen furcsa dolgok vannak, 2009-ben Orbán Viktor még azt mondta, hogy akinek nem tetszik a magas infláció, az kormányt váltson,
Hát elértük, ugye, most már infláció lényegében nincsen, nem is örülünk neki, mert ezzel is megvan éppenséggel a magunk baja. Ugye, és itt azt lehet még látni, ugye, hogy a infláció következtében hát a bérek csökkentek. Most ugye itt mi változik és milyen tendenciája van, ez csak azért érdekes, és úgy van ehhez az egész dologhoz köze, hogy Magyarországon az egészségügyi és szociális területen dolgozóknak a bére most már a környező országok béréhez képest is elmaradt. Ugye itt 2012-es adatok vannak Magyarország és Szlovákia közötti különbségről, nem változott a tendencia azóta se. De hogy érzékeltessem a tendenciát, ez egészen friss adat. Ugye 2012-ben 150 ezer forint volt a nettó átlagkereset, az most nőtt 156 ezerre, bruttó átlagkereset 228-ról 239-re. Tessék megnézni, a humán egészség és szociális ellátás átlagkeresete volt 150.800, 2014-re fölment 153 ezerre, és most mennyi? Első egészen friss, 145.500. Miközben ugye a pénzügyi szektorban 409, tehát az átlag nőtt, és az egészségügyi és szociális területen dolgozóknak a bére elmaradt. Tehát nem csoda, hogy itt komoly humán erőforrás problémák vannak ezen a területen. Miközben a társadalmi megítélése az egészségügyi dolgozóknak még ma is az első három hely között van azon a létrán, amilyen presztízse van a társadalom valakinek. Miközben a bérük az az alsó három hely között van. Nyilvánvaló, hogy amíg ez az ellentmondás fönnáll, addig a paraszolvencia megszüntetéséről beszélni sem érdemes. Tehát Amerikában volt valami közmegegyezés, hogy az idegsebészeteket fizetik a legjobban, meg a pilótákat, és ez valahogy az ő jövedelmük, meg a társadalmi presztízsük közötti különbség az viszonylag kicsi. Ugye még egy... Szóval az ember nagyon kiszolgáltatott mind a két esetben, sokkal inkább, mint mások. De addig, amíg ezt a különbséget nem szüntetjük meg, addig mindig elégedetlen lesz az, akinek a társadalmi presztízse magasabb, mint a jövedelme. Na most ezzel nem segít az, hogy mondjuk 100-ról 120-ra vagy 250-re emelik a bért, akkor, hogyha a másik társadalmi csoportnak ezzel egy időben a bére ugyanilyen arányban emelkedik. Persze jobb, mert jobb az életszínvonala, meg több zsemlét tud belőle venni, de a feszültség és a különbség ezzel nem fog megszűnni egészen biztosan. Na most mi történt az utóbbi időben? Csökkentették a közkiadásokat, kevesebb pénzünk van, tehát a magánforrások is csökkennek. Ugye nincs humán erőforrás már az ismertetett okok miatt, és a motiváltság csökkent, és a gyógyszer támogatás is csökkent. Most mit látunk ebben a helyzetben? Azt látjuk, hogy az a pénz, ami itt a rendelkezésünkre áll, és ezt azért mutatom, mert 2009-es változatlan áron mutatja a tendenciákat. Tehát lényegében az eltelt években az egészségügyi ellátásra fordított forrás reál értéken lényegében változatlan majdnem 10 év óta. Tehát azért ez szóval nem is várható akkor, ugye, hogyha a technológiai színvonal emelkedésének, meg az új gyógyszerek használatának a szükségességére szükséges források nem állnak rendelkezésünkre. Ugye itt az E-alapból finanszírozott megelőző források vannak, és látszik, hogy 2013-ban már a gyógyító megelőzőre már csak 2,7 volt. A 2016-os költségvetésben most már meg is jelent, hogy a közkiadások, tehát ami az egészségügyre fordítunk, tehát az még több, mint ami a gyógyító megelőző ellátást jelenti, 3,9%. Ha van türelmünk rá, akkor a végén majd mutatok ábrát, hogy ez más országokban mennyi, de ilyen arány nem nagyon létezik a közkiadásokra. Most a gyógyszerár szabályozás egy rettentő kényes ügy, gyakorlatilag egy pillanat alatt tönkre lehet tenni embereknek az életét azzal, hogy mennyit fordítunk erre. Ugye itt lehet látni, hogy a gyógyszer közkiadások azért elég elbekeltetően emelkedtek 2006-ig, akkor ott Molnár Lajos intézkedései hatására sikerült valamilyen módon stabilizálni, de az államadóság növekedésére ez semmiféle hatással nem volt, az ettől függetlenül növekedett. Tehát az, hogy a kormányzat, illetve a parlament milyen döntést hoz, az egy prioritást tükröz, és ebben a prioritásban a gyógyszer támogatás nem szerepelt
első helyen, és itt lehet látni, hogy a patikai értéke milyen jelentéktelen ma már az az összeg, amit az OEP támogatásra fordít. A patikai forgalomnak az 50%-át már zsebből fizetjük. Tehát azért az igen jelentős arány, és az összegészségügyi fordított összegnek is körülbelül a 40%-át ma már zsebből álljuk. Ez körülbelül 20% lenne a, mondjuk az európai norma, vagy ami ebből elfogadható. És azért időnként itt vannak kalandok, mert azért itt mindenki lobbizik, tehát amikor le akarták venni, akkor azért olyan elfogadhatatlan mértékben, akkor azért ebbe beleszóltak, itt az arányokat lehet látni, hogy ezek hogy változtak. Most ezek már érdekesebb ábrák, mert ez azt mutatja, hogy a reál értéken ugye egy harmadra csökkent, vagy 45%-ra már a gyógyszertámogatásnak az összehasonlítható adatai. Tehát, hogy nagyon nagy mértékű pénzkivonás történt itt, ami van az egészségügyi költségvetésre ugyanez az adat, miközben ugye a lakosság most már 700 milliárd forint fölött van, amit beleteszünk az egészségügyi ellátás kiegészítésére a saját adózott jövedelmünkből. Na most, amit már eldöntöttek korábban, ez is változott azért az utóbbi időben, döntés született, hogy jöhetnek a kínai orvosok. Mondjuk szerencsére még tömegesen nem látjuk őket. A otthoni pálinka főzés is egyelőre még megvan, de talán valamivel azért ez picit vissza lesz fogva, de erősen kétlem, hogy a fináncok ezt nagyon ellenőrizni fogják belátható időn belül. Az egészségügyi intézmények építésére szánt pénzt, azt próbálják elkölteni, még mindig nem sikerült. Egy kis apró hiba történt a dologban, struktúraváltást terveztek, de az építkezések a régi struktúra alapján épülnek még mindig, és gyakorlatilag nincs pénz a költségvetésben az új intézményeknek a működtetésére. Tehát gyakorlatilag az egészségügyi intézmény beruházás az egy építőipari bizniszé vált, és nem az ellátást tekinti. Ugyanebbe a körbe tartozik, pici áttétellel ugye ez a közvita, amit most itt próbálnak benyomni a torkunkon, hogy hol lesz új kórház Budapesten. Ugye ami hát persze borzasztó fontos, hogy lesz-e új kórház Budapesten, csak a jelenlegi problémáinkat egy mondjuk 7-8 év múlva megnyíló új kórház alapvetően nem fogja befolyásolni, tehát azért jó lenne a mostani problémáinkkal is valamit foglalkozni. Kórházak adóssága. A kórházakat államosították. A kórházaknak az adóssága, az államháztartás hiánya, az gyakorlatilag államcsőd. Ezt most szeretett miniszterünk el is mondta, meg is elmondta, ugye, hogy a kórházak nem, a kórházvezetők nem vállalhatnak kötelezettséget, ha erre nincsen fedezet. Aztán másnap bejelentették, hogy hát azért ezért nem fogják őket az államháztartási törvény megszegése miatt számon kérni, hiszen ez nagyjából várható volt előre, hogy amikor a kórházigazgatókat lecserélték, akkor ez egy csapda helyzetbe kerül az a kórházvezetői réteg, aki ezt most elvállalta, mert a rendelkezésre álló pénzből nem lehet a minimális feltételeknek megfelelő kórház működtetést biztosítani. Most valaki bűnbakot kell erre találni, hát nyilvánvalóan a kórházigazgató az, aki a legkönnyebben ezt el lehet venni. Most még egy érdekes adat, azt tessenek megnézni, hogy a dologi kiadások aránya hogy változott. Tehát a dologi kiadások aránya úgy durván egy 10%-kal csökkent. Most amikor én kórházigazgató voltam, akkor ez körülbelül úgy nézett ki, hogy mondjuk 100 egység bevételünk volt, akkor abból mondjuk olyan 55-57 egység volt a bér és a többi dologi kiadás. Ez most körülbelül úgy néz ki, hogy 70 egység a bér és 30 egység a dologi kiadás. Ugye? Tehát azok a béremelések, amik az előző években voltak, azok az összköltségen belüli arányeltolódást jelentették, ami azt jelenti, ugye, hogy egy negyedével csökkent a dologi kiadásokra fordítható pénzösszeg. Tehát mondjuk 5-10%-ot lehet spórolni, ezt lehet mondani, 25-öt igen nehéz. Tehát nem véletlen az, hogy a kórházakban a fogyóanyagból, kesztyűből, tűből, lámpából, minden egyébből elég sűrűn hiány van, ugye? Mert hogy lehet látni, hogy a személyi kiadások növekedése és a dologi kiadások aránya az nem egy plusz pénzbeáramlás következtében történt. És ehhez még hozzátesszük azt is, ugye, hogy 2002 és 2013 között
legalább 70 forinttal változott az euró árfolyama, és hogy az egészségügyben használt eszközöknek a döntő többsége az ettől függ, akkor ki lehet számolni, hogy ez a 25%-os dologi kiadás reál értéken, ez közelebb van a 35-höz, mint a 25-höz. Tehát egyáltalán nem meglepő, hogy ilyen a helyzet, hogy két embernek csak egy gipsz jut gyakorlatilag, mert hogy nincsen elegendő, és ebből kellene valahogy ellátni az intézményeket. Na most miért adósodtak el az intézetek? Meg mitől van a várólista? Attól van a várólista alapvetően, hogy az az ellátási egység pénz, amit az intézmények egy ilyen virtuális egységre kapnak, az 2009 óta nem változott, még mindig 150 ezer forint, ami még önmagában a kisebbik baj, bocsánat, hol vagyok? A nagyobbik baj az, hogy az az összeg, hogy hány ilyen egységet lehet kiosztani, az lényegében változatlan. Na most, ez gyakorlatilag leírja azt, hogy törvényszerű a várólistáknak a léte, ugye, mert egy kevesebbet érő ilyen egységből, ráadásul, hogy azok az egységszámok nem nőnek, akkor törvényszerű, hogy azok a drágább ellátások elsősorban, azok hátrább szorulnak, és egyfolytában nő a várólista, és ezeket ilyen 6-7 milliárd forintos egyszeri segítségekkel beszélni róla biztos kellemes, de megszüntetni a várólistát meg a kórházak adósságát lényegében csak akkor lehet, hogyha évente ismétlődő összeg kerül be a rendszerbe, és ennek a nagyságrendje, ez kb. 200 milliárd forint, ami szükséges ahhoz, hogy az adósság is ki legyen fizetve, és ne termelődjön vissza ez az összeg, és hát ez részben lehet, hogy nincs, de mindesetre szándék sincs arra, hogy ezt a rendszerbe bevigyék. Még bírják? Még az egy órán belül vagyok. Írniuk kell, legalább 20 percig. Nem az állnak. Egy kicsit a saját szakmámból is, jó? Tehát, hogy azért itt a megelőzésnek meg vannak lehetőségei, és ennek az egyik legfontosabb kérdése pillanatnyilag, hogy ez a nyájimmunitás kérdése. Tehát az, hogy ha egy nyájnak a nagy része védett valamilyen betegséggel szembe, ott van néhány beteg, abból nem lesz járvány. Tehát az is védve van tulajdonképpen, tehát ezért ez egy fontos dolog. És a védőoltás rendszer az, ami tulajdonképpen sikeres, tehát amikor még sok megbetegesedés volt, akkor a vakcináció az a betegség megelőzését szolgálta, amikor már kevesebb lett, akkor az egészség megőrzés szolgálja, és hát remélem önök között kevesen vannak ilyenek, akik úgy gondolják, hogy a védőoltások azok luxus, meg nincsen rá szükség, és kidobott pénz, de azért elég sokan vannak az országban, akik különböző trükkökhöz fordítanak, és Magyarországon ma még mindig van egy jó minőségű védőoltásokat nyújtó, én szerintem szerencsére kötelező védőoltási program. A kötelezésnek a lényege nagyon jól látható volt pont ennek a pneumokokkusz védőoltás bevezetési rendjén. Most sajnos nem sikerült elérnünk, hogy kötelezőnek vezessék be, és két év alatt jól látható volt, hogy pont azok nem kapták meg a védőoltást, akiknek a leginkább kellett, tehát azokon a területeken, ahol a legalacsonyabb jövedelmű rétegek élnek, ott a legkevésbé van orvos, az a legkevésbé motivált arra, hogy ezeket rábeszélje. Ráadásul, hogyha egy oltás nincs beillesztve a kötelező oltási rendbe, akkor a védőnő a gyerekeket nem hívja erre be, és akkor gyakorlatilag 20-25% különbség lett az ország különböző részei között az átoltottságban. És hát ugye az állatainkat oltjuk, kutyát, lovat szépen rendesen oltatunk, hát néha jó lenne a gyereket is beoltani, hogy ő is kedves és védett legyen. Na most mit jelent a modern egészségügy ebben a helyzetben? Ugye első és a legfontosabb, és azt gondolom, hogy ez a mai beszélgetésnek a szabad így kérnem, hogy legyen a legfontosabb üzenete, értékválasztásról van szó. Tehát itt egy döntésről van szó, hogy én mit akarok, és hogy ez min alapul. Van-e humanitás emögött az érték mögött? Van-e pénzem, vagy meg tudom-e szerezni azt a pénzt, ami ehhez kell? Van-e tudás, technológia, és hát van-e, aki ezt hajlandó
bevenni a gyógyszert, alkalmazkodni hozzá, megfogadni a tanácsot, ha ez nincsen, akkor ez egy elég reménytelen dolog. Ugye egy amerikai professzortól kaptam ezt a mondatot, ugye ő a diákjainak tanította itt, hogy itt mi zajlik Magyarországon, csak azok egy kicsit nevettek, és akkor azt mondták, hogy hát itt nem egy jóléti állam van, hanem itt egy pály-pály farver state van tulajdonképpen, tehát hogy magunkra vagyunk hagyva, történjen velünk, ami akar. Most mit lehet csinálni, hogy az egyik maradjunk egészségesek, nagyon jó tanács, tessék megtartani. Mi legyen? Betegszervezeteket kell szervezni, és ahhoz kell csatlakozni, mert ott mégis valamilyen tudás van, ami van. Nagyon fontos tanács, egy orvosban kell bízni, két orvos nagyon veszélyes. Szerintem néha ugyan szabad második orvosi véleményt kérni, de a rohangálás a különböző orvosok között az nem sok jót szokott írni. És a csodaszerekben nem kell hinni, és nagyon sok pénzt költünk el csodaszerekre, tökéletesen, feleslegesen, és hatástalanul szerintem. Na most mit lehet ilyenkor csinálni? Ugye egyre több idős lesz, egyre több egészségügyi ellátásra van szükségünk, egyre több újdonság van, amivel meg lehetne az életünket hosszabbítani és jobbítani, amiből viszont egyre kevesebb van ezekből az eszközökből, tehát a hozzáférés törvényszerűen egyre drágább, ugye, és hát ebből az következik, hogy itt nincs mese, azt a járulékot, amit az egészségügyre fordítunk, az feltehetően belátható időn belül növelni kell valamilyen módon, és valamilyen módon ezt meg kell állapodni abba, hogy hát mi lesz a forrása ennek a jövedelemnek, és hát úgy tűnik, hogy ez a munkajövedelemhez kötött arányos járulékkal nem lesz biztosítható a jövőben sem. Tehát el kell dönteni, hogy körülbelül mennyit akarunk fordítani az egészségünkre, ugye ez most alig több, mint 10.000 forint egy hónapban, amiközt kiadást fordítunk. Ugye hát mondjuk szerintem az igényeink az olyan 50-70 ezer forint körül van, körülbelül. Nyilvánvalóan ez túl nagy, nagyon nyitott az olló ebben az esetben. Tehát valamilyen egységes összeg lehet, amit aztán ki lehet esetleg pótolni. Ugye, és akkor itt állunk abban a fantasztikusan jó helyzetben, hogy fogalmunk nincs, hogy hova megyünk, előre vagy hátra. Tulajdonképpen az a probléma, hogy mintha nem tudjuk, hogy hova akarunk menni, és ezt nem is tudjuk közösen megfogalmazni, és ebben nincsen konszenzus. Bármi ilyen irányba megyünk, nem baj, ha lassan megyünk, mert talán könnyebb visszamenni utána ebbe az irányba. Na, akkor itt van az a hálábra, hogy köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Hát ha bírják, még tudom tovább mondani, de már nem sokáig. Még kaphat 20 percet. Hát akkor tegyük mérlegre néhány kérdést még, hogy itt még mi történik. Legalább 360 volt. Legalább 360 volt. Ja, az lehet, ezt nem tudom. Ezt az ábrát nézze meg, hogy hol vannak a tuberkulózis megbetegedések Magyarországon. És milyen érdekes, mintha a iskolázottság és a jövedelmi viszonyokkal egészen arányos lenne, pedig a TBC ez egy fertőző betegség, és nem ettől függ. De például szeretett előző államtitkárunk kitűnően átadott azzal a mondattal, hogy újraélesztettük az egészségügyet 2010 után, 36 új betegágyat átadott, amit egy alapítvány adott át a kórháznak. Szóval kitűnően tudták ezt a dolgot csinálni, de lehet erre mosolyogni, lehet ebbe spórolni, és lehet szembenézni azzal, hogy mik az elvek és mik a valóság, ami történik. Ugye a pálinkáról már beszéltünk, a szociális temetést megint sikerült szerencsére rádöbbenniük, hogy ezt nem illene bevezetni, úgyhogy megint nem tudom mennyi időre, de talán elhalasztották most éppen. Ugye a rokkantak élethelyzetének a nehezítéséről azért tetszenek tudni, akadálymentesítési program szokás szerint megint a vasutazás időpontjáig van körülbelül elhalasztva. A minőség garanciákról nincsen szó, a minimum feltételek ellenőrzését felfüggesztette a tisztiorvosi szolgálat. Valószínűleg én voltam az utolsó, aki minimum feltételek hiánya miatt, valószínűleg az első is. A Kalocsán a gyerekosztályt kényszerültem bezárni, és akkor még ehhez erre igényes támogatás is volt. De ez nagyon egyszerű okból állt, nem volt orvos az osztályon, ugye két körzeti gyerekorvos látta el az osztályt, ezért ez mégis egy osztály működéséhez nem volt elegendő.
De most javulni fog a helyzet, ugye, mert hogyha a paksi erőmű kapcsán ott hidat építenek, akkor a kalocsaiaknak nem kell a szekszárdi hídig elmenni, és a szekszárdi gyerekosztályra elmenni, bár most a Rotaritól éppen új műszereket kapott a szekszárdi gyerekosztály a napokban. Na most ez a kis államosítási kaland azért azt jelentette, hogy az önkormányzatok, akik korábban támogatták a kórházakat ezzel, azzal, amazzal, ez 100 milliárd forint volt körülbelül évente. Ez kiesett, ez nincs, ez eltűnt a rendszerből ez a pénz gyakorlatilag. Ugye, és akkor azt tessenek nézni ebben a kis ábrában, hogy mennyi a várható élettartamunk 70-ben, 2010-ben különböző országokban. És akkor az a kis diszkrét ábra látható, hogy 1970 és 2011 között Törökországban a várható élettartam 20 évvel nőtt. Jó, alacsonyról indultak, de azért ez egy akkor is egy elég jelentős növekmény. Ez alatt az idő alatt az OECD országok 9,5 évet növeltek, Szlovákia 6-2, Szlovénia 11-et, mi nekünk 5-8-at sikerült ez alatt az idő alatt növelni. Tehát azért itt nekünk komoly gondjaink vannak. Ugye itt lehet látni, hogy mennyit fordítunk egészségügyre, szépen el vagyunk maradva ott valahol egészen a végén, hogy mi történik, ez nem érdekes. Háziorvosi szolgálatok, ez azért érdekes ez az ábra, meg majd a következő is, mert azt lehet látni, hogy tökéletesen stabil a hálózat. Tehát nincs fejlődésben, de semmi. Nehogy azt higgyék, hogy 2012 óta olyan túl sok CT-t vagy MR-t sikerült Magyarországon telepíteni, vagy azokat üzembe helyezni. Tehát nincsen. Vagy például ilyen apróságok, amik ilyen az eltérést mutatják más országokhoz képest. Ugye, hogy demenciára, skizofréniállátásra, depresszióra mennyit fordítanak Hollandiában, Németországban, Koreában, és ez az egészségügyi közkiadások százalékában mutatja, hogy mennyi. Ugye, hogy lehessen értékelni, hogy Magyarországon ugye ilyen adatom azért közvetlenül nincs, de a hosszú távú ellátásokra, tehát a krónikus ellátásokra Magyarország ott a végén van, valami Résztország is ott van, de egészen a végén vagyunk. Mecsoda különbség a nemzeti jövedelemből erre fordított arány, és az utóbbi években ez nyilvánvalóan még tovább csökkent, mondjuk Hollandiához képes. Hogy növekedett az országokban az egészségügyi ellátásra fordított összeg? Ugye Magyarország ott van az alján, mínuszban van, ugye nálunk nem nőtt, hanem csökkent az a pénz, amit erre fordítottunk. Ugye a közkiadásoknak a csökkenése is, ugye itt is Magyarország a negatívban van, érdekes, a Finországban még így más nincsen, de ők nagyon sokat költöttek rá körbe. És akkor itt jön még egy érdekes, ágyunk az van. Ugye, tehát a Molnár Lajos féle átrendezés után, ugye a krónikus ágyok száma megnőtt, ugye itt vagyunk a közepén, csak éppen szakember nincs hozzá, ugye, és ez igazából ott érdemi krónikus vagy rehabilitációs ellátás nagyon kevéssé zajlik, tehát a látszám az megnőtt. Menjünk tovább, bocsánat, rossz irányba megyek. 65 év fölötti populáció, vagy lakosság, aki azt nyilatkozza magáról, hogy ő egészséges és jól érzi magát. Ugye Magyarország itt van az alján, összlakosságban, külön a férfiak és nők között, hogy mennyien vannak. A nők még kevésbé érzik jól magukat, mint a férfiak. Déli aktivitásban kik azok, akiknek tehát a napi szükségletek elvég, mondjuk zokni felhúzás, egyedül és így tovább. Hogy néz ki? Itt is alul vagyunk tulajdonképpen az idős korosztályban. Egy aránytalanul sokan vagyunk. Lehet kimosolyogni egy kicsit a habokból, hogy mi történik, kicsit szundikálni rajta, és megnézni, hogy mi történik ebben az egész ügyben. Még mindig benne vagyok az időben, még bírják, jó? És már a 133. ábránál vagyok, szeretném mondani. Tessenek megnézni ezt a kis tépát. 157 vagy csak. És mindjárt képpék kész vagyok. Ugye a tudományos bizonyítékok vannak ma már arra, hogy a legfontosabb mutató egy ország életminőségében és az egészségügyi
különbséges, hogy milyen a különbség a legalacsonyabb és a legmagasabb rétegek között. Tehát ez a Gini mutató 0 és 1 közötti értékének a változása, hogy milyen. És ebben az érdekes, hogy Magyarország nem a legrosszabb helyen van, csak a tendenciája rossz. A tendenciája nagyon rossz, mert a környező országokban, Csehország, Szlovákia 2008-ban egy kicsit romlott a Gini, de azóta megy visszafelé. Ugye nálunk most egy picit stagnál, de a tendencia nem jó. Na most, ha megtetszenek nézni, ezek amerikai adatok, és van, ami amerikai államokon belüli adat, és van, ami a világ országait mutatja. Tehát, hogy az egészségügy és a szociális problémák ott rosszabbak, ahol a vagy nagyobbak, ahol a társadalmi különbségek nagyobbak. Ugye, tehát Japán, Norvégia, Svédország van a bal oldal, és Anglia, Portugália van a jobb oldalt, ahol nagyok a különbségek. A gyerekeknek a jóléte is ugyanettől függ, ugye? Tehát, hogy Finnországtól az USA-ig vezet a sor, ugye, ahol a különbségek nagyobbak, és vagy a különbségek kisebbek. Ugye, a bizalom a különböző országok között, ugye, a bizalom a társadalmon belül az egy nagyon fontos gazdasági tényező, mert rengetegbe kerül a bizalmatlanság a másikkal szembe. Ugye azt kifizetjük vasácsba, az ajtón, adóellenőrzésbe, plusz bürokráciába és így tovább. Hát drágábban élünk ilyen szempontból, ahol van. Itt is jól látszik, hogy ezek a különbségek hogy néznek ki. A pszichiátriai betegségek is ott gyakoribbak, ahol ezek a különbségek nagyobbak. A drog használat is ugyanilyen összefüggést mutat gyakorlatilag. Az élettartam ugyanígy, ha nem is olyan meredeken mutatja ezt az összefüggést. A csecsemő halálozás érdekes módon ugyanígy összefügg ezzel. Szóval nagyon szigorú a kövérség és így tovább. A tinédzserkori szüléseknek a száma, az öngyilkosságok. Tehát mindegyik mutató gyakorlatilag erre föl lehet venni, a szociális mobilitás ugyanígy, hol magasabb, hol jobb, és így tovább. És érdekes módon ezek az adatok az amerikai államokon belüli különbségekben is láthatók, tehát hogy az 52 állam közötti különbség ugyanígy kimutatható. Még mindig időben vagyok, úgyhogy ajánlom szíves figyelmünkbe a Dalai Lámának ezt a kis mondatát arról, hogy mikor az ember mit csinál az egészségével, és hogy azt visszaszerezze, és mi történik vele. Na most mi volt az 5 év eseményei, hogy gyorsan fussuk végig. Először ugye hirtelen 110 kórházat államosították, ami nem volt benne ugye a Semmelweisterbe, tehát valahogy hirtelen változott a helyzet, és nem az egészségminisztériumból volt. Mi következett? Irányíthatatlanná vált a dolog, használhatatlan, lényegében lényegtelen adatgyűjtéssel töltöttek el éveket, kiesett ez a 100 milliárd forint az önkormányzati forrásból. Az EU pénzek az egészségügyi beruházásokból ugye rosszul lettek felhasználva, ismert okok miatt, mert arra struktúrára lettek elköltve, amit éppen megváltoztatni akartunk. Ugye a munkaadói járulékot átkereszteltük szociális juttatásra. Ahelyett ugye, hogy az egészségügybe 250 milliárd plusz forrás került volna be, 400 milliárd kivonásra került. Gyakorlatilag a magánpraxis és a közszférának a kapcsolatával kapcsolatban mondjuk minden 10 napban kapunk valamilyen ellentétes nyilatkozatot, rugást, hogy most éppen mi történik, és hogy most lehet-e a kórházban, vagy nem lehet, most a magánpraxis megbüntetjük-e, vagy éppen törvényben engedélyezzük, és a paraszolvenciát ugyanígy, hogy mi történik. A betegek védelme lényegében megszűnt az utóbbi években, megszűnt az egészségbiztosítási felügyelet, én jobban hallgatok, mert én nem biztos, hogy ettől olyan szomorú voltam, de maga a funkció az szerintem jó volt, ami helyére lépett, az meg hát egyszerűen nevetséges, ami van. Szakfelügyelet megszűnt gyakorlatilag, ami most van, az hát 5000 forint van rá, hiszem, egy szakmára, egy hónapban, egy megyére, hogy szakfelügyeleti munkát lehessen végezni. A szakmai kollégiumok lényegében szét vannak verve, a jelenlegi szakmai kollégiumok
sokkal inkább politikai szervezetek, mint szakmailag a minimum feltételeket nem ellenőrzik. Most még egy kis delikált dolog, még mindig időtlen vagyok. Találtam egy ábrát arról, hogy a brit költségvetés hogy néz ki, és akkor átszámoltam, ugye, hogy ott egyrészt adnak az üzleti szférára, két részt védelemre, négy részt, 8 részt adnak egészségügyi közkiadásra. Ugye, és 4 részt adnak önkormányzatban, Skócia vagy valamilyen. Lényegében azt jelenti, hogy már átszámolva a dolgot fontról forintra, 5-ször többet költenek egyfőre az egészségügyre, mint mi. Ugye itt van egy delikát számolás, nem biztos, hogy tudom meg. Nem tudok oda menni, bocsánat. Szóval a jobb alsó sarokban az a sárga szám, ami ott azt mutatja, hogy 138 ezer forint jut egy főre, majd a 2016-os előirányzatba. Ez pontatlan, mert nem jól csináltuk, ugye? A miniszter úr is mondta, hogy ez egy kicsit magasabb lesz, mint az előző évi volt, mert kevesebben leszünk már 2016-ban. Tehát ezt 1,4% mínusszal korrigálni kell. Én ezt elvégeztem, ezt a számítást, de már ezt nem akartam oda föltenni, akkor 140 ezer forint jut egy főre. Úgyhogy elég szórakoztató. És hogy ezt megteszenek nézni, hogy mennyi az egészségügyi közkiadás, ez 2011-es adat, akkor még 5-2 volt, most 3-9. Szóval itt tartunk, és akkor most már itt az ébresztő, hogy tényleg köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük. És pont egy mondat. Pont egy mondat. No, hát akkor egyrészt vélemények, másrészt kérdések. És Feri szerintem ugyanilyen hatékonysággal válaszolni is fog, meg reagálni is fog. Hadd kérdezek először én, hogy ha egyszer nem lesz Fidesz, akkor hogy lehet ebből kimászni, amit most elmondott? No, eddig se kellett. Ez igaz, de most kapjunk. Szóval az értékválasztáson van a lényeg. Tehát ha nincs Fidesz, akkor az a kérdés, hogy olyan koalíció, vagy olyan vezetés van-e, aki az egészségügyet értéknek tekinti. Tehát, hogy mi a fontosabb, nagyon populárisan a adósságtörlesztés, a adósságráta csökkentése, vagy az, hogy életben legyünk. És ezt el kell dönteni, nincs pardon. Tehát addig, amíg az egészségügynek a költségvetése maradékelven készül, addig teljesen mindegy, hogy ki van kormányon már ebből a szempontból. Muszáj tamáskodnom. Tamáskodjon. Mert jó. Holnap után megbukik az Orbán, és 3 nap múlva van egy új kormány, aki nem csak dumában, hogy helyrehozzuk az egészségügyet, és közben pelenkázza a gyereket, hanem igaziból is. És azt mondja, hogy nem 1000 milliárdos a büdzsé, hanem 2000 milliárdos. Csak közben kiment a személyzet, tehát az egészségügyi szakellátás fele az országból. Csodák nincsenek egyik napról a másikra. Tehát az egészségügynek a rendbetétele az egy 15-20 éves program, amihez kellene, hogy legyen egy nemzeti minimumként megfogalmazott cél, hogy mit akarunk elérni, mit akarunk nyújtani, és ehhez a megfelelő stratégiát, taktikát és forrásokat biztosítani kell. Nem fognak hazajönni az orvosok egyik napról a másikra, de ha el lehet érni, hogy tisztességes munkakörülmények vannak Magyarországon, és nem béreket mondtam, munkakörülményeket mondtam, akkor már kevesebben mennek el, akkor már talán néhányan hajlandók visszajönni, és aztán meg kell oldani azt, hogy a bérek és a társadalmi megbecsültség közötti különbség csökkenjen. Tehát nem béremelés, hanem arányosságnak a megoldása. Ez szerintem az egyik legfontosabb kérdés. És semmiféle olyan megoldás, ami azt mondja a jelenlegi helyzetben, hogy jelentős összegű plusz pénz nélkül itt bármit el lehet érni, az nem igaz. Tehát olyan módon van az egészségügy kivéreztetve, hogy itt
tudom én, ilyen néhány milliárd forintról nem is. Most ugye itt csak az arányok kedvéért, ugye a vár átépítésére 100 milliárd forintot tervezünk, a múzeum negyedre 150 milliárdot, ugye a várólistáknak a lefaragására meg 7 milliárdot, a házi orvosok ellátásának a javítására betettünk 10 milliárdot. Hát szóval, hogy nincs. A háziorvosi kasszát az 80 milliárdról 160-ra kell emelni gyakorlatilag egy 4 éves ciklus alatt, különben nincs látható eredménye. No, én nagyon sok mindent tudnék még a Feritől kérdezni, de most azt szeretném, hogyha... Hát mondd el, hogy miért tudsz kérdezni. Hát mert volt egy időszak az egészségügyi minisztériumban, amikor egymás mellett ültünk. Egy padban ültünk. Egy padban ültünk, mind a kettőn kaptuk a magunkét, aztán ott a pad alatt susborogtunk. Gyuri, kiabálsz? Nem vagyok én olyan, kiabálsz. Tehát nekem ilyen kedvenc szavam a trilemma, amikor van... Trilemma? Trilemma. Hogy három olyan szempont, ami ugye önmagában nem hozható össze. Vannak rá ilyen macsó példák is, de mondjuk egészségügyben az, hogy magas szintű legyen, akkor mindenki számára elérhető, és akkor még ne is kerüljön sokba, hiszen tudjuk, hogy minél magasabb szintű az ellátás, annál többbe kerül. És bevallom, nekem azért tetszett volna a több biztosítós rendszer annak idején, mert akkor az talán biztosította volna azt, hogy ezek a szempontok az asztal fölé kerüljenek. Tehát, hogy kénytelenek legyünk arról beszélni, hogy ha például egy orvos társadalmi megbecsültségét el akarom érni, akkor annak a pénze, próbáltam összehasonlítani, mondjuk egy frissen végzett orvosnak kell, hogy legyen 300 ezer, egy osztályos már szakvizsgás orvosnak minimum 500 ezer, egy magasabb kategória az már ilyen 6-800 ezer forint kellene, hogy legyen, hogy mondjuk egy ipari menő vérekkel összejöjjön. Tehát, hogy pariba legyen. Igen ám, de ehhez valamilyen pénzt kell, és hogy azért kellene az asztal fölé tenni ezeket, hogy ezekről tényleg legyen valamilyen társadalmi vita. És hogy akkor eldőljön az, hogy ezt a három szempontot maradéktalanul nem tudjuk érvényesíteni, de akkor miből mennyi? Tehát, hogyha magasabb ellátást akarok, akkor az valaminek a rovására mehet. Sajnos már így van, tehát legyen az vagy stadionépítés, vagy valami más a költségvetésből. Ha egyenlő hozzáférést akarok, akkor ahhoz másfajta ellátás szervezés kell. Vagy hogy lássam, hogy ma mennyit képes, mondtad, hogy 10.000 forint a havonta, amit kb. A TB füzet értünk, hogy ebből a 10.000 forintból mennyire futja. Hogyha azt akarom, hogy jobb legyen az ellátás, akkor több pénz kell, de akkor azt magánúton, vagy valamilyen kópémenttel tegyem bele, vagy a költségvetéstől kérem, hogy máshonnan el. Mert amíg ezek a viták nem zajlanak le, addig szerintem megoldás sincs. Illetve ez a kérdésem, hogy egy ilyen helyzetben lévő ország hol talál olyan példát, ilyen nemzetközi példát, amit követni kellene le? Gyuri, szerintem a helyzetünk példátlan. Tehát én nem hiszem, hogy erre példa van. Az, hogy a helyzetből való kimászás, hogy gyorsabb az egybiztosítós rendszerben, az állami népek és állami egészségügyi szolgálat rendszerében, vagy egy több biztosítós rendszerben, ezen nyilvánvalóan lehet vitatkozni, vagy erre különböző modelleket megpróbálni összerakni. Itt a lényeges dolog ugye az, hogy van-e rá plusz pénz, vagy nincsen. Vagy beletörődünk abba, hogy ennyi pénzből mit lehet nyújtani. Tehát itt a szeretett volt főnökünk, Molnár Lajosnak a legbölcsebb mondásán volt az egyik, hogy nincs az a rossz minőségű ellátás, amit ne lehetne még rosszabbat nyújtani. Tehát lefelé nagyon mély a dolog, szóval nincs, lehet szűkíteni a dolgot, lehet azt mondani, hogy kérem szépen a
nem tudom, 60 év fölött nem veszünk föl senkit egy kórházi bentfekvésre, és akkor a maradék pénzből jobb ellátást lehet nyújtani a fiatalabbaknak. Rémes megoldási lehetőségek vannak, tehát el kell dönteni, hogy mit csinálunk. Ha úgy döntünk, hogy nem tudom, a onkológiai, daganatos betegek ellátásában továbbra is a gyógyszeres kezeléseket favorizáljuk, és sugárforrást nem telepítünk az országba, akkor valószínűleg ennek álljuk a költségeit évtizedeken keresztül, amibe ez kerül, hogy mennyi egészséghónap nyereséggel jár ez a dolog, az egy külön kérdés. Tehát itt nincs pardon, muszáj közösen megbeszélni. Ez az intézkedés ennyi ember halálát okozza, ez az intézkedés ennyi embernek ennyi hónap életnyereséget okoz. Kiszámolható. A művesek kezeléstől kezdve minden, vagy legalábbis nagyon sok ellátásnál ez napra becsülhető, hogy itt mi történik. Ez most egyszerre volt. Ott jelentkeztek el? Igen, ott... bocsánat. Mindjárt. Hát leghátulról kezdjük, jó? Nem tudom a nevét, és nem láttam a fénybe. Csaba. Álljon Csaba föl, mert hát jó. Két kérdésem van. Az egyik az, hogy a helyzethez képest hogy értékelni azt, hogy az Orbán rezsim alatt az ellenzéki pártok, amelyek ugye, hogy parlamenti pártok, hangot adnak a helyzet súlyosságának, én úgy érzem, hogy nem megfelelő mértékben. Egy kicsit könnyebb kérdés talán, hogy most, hogy már tudjuk, hogy a reklám az alapvetően erkölcstelen dolog, nem lehetne esetleg mondjuk a szezesi dalok reklámozását átgondolni, illetve a másik dolog, néha az a benyomásom, hogyha beszedném az összes vitamint, meg gyógyszernek nem minősülő terméket, amit reklámoznak, akkor semmi olyan nem lehetne a világban. Nem vezet ez túlzottan nagy csodaszervásárláshoz? Hadd kezdjél visszafelé, jó? Szóval, amikor kezdő autós voltam, akkor mindenféle ilyen reklámot figyeltem, hogyha ezt csinálom a gyújtással, meg ezt az adalékot berakom, akkor itt 5%-ot, 10%-a, nem tudom, és akkor kezdtem ezeket összeadni, és rájöttem, hogy az én autóm, hogyha én ezt mind megcsinálom, akkor üzemanyagot termel, és nem fogyasztal. Tehát ez nem egy újdonság. Tehát itt csak az a kérdés, hogy éppen mit reklámoznak. Tehát az a mondata, hogy a reklám az ilyen bűnös, etikátlan dolog. Én őszintén szólva személy szerint, legalábbis ami mondjuk az egészségügyi szolgáltatások, gyógyszerek és egyéb termékek reklámozásának, én ezzel maximálisan egyetértek. Én azt gondolom, hogy ez a fajta reklámozás, ez a néphűítéshez tartozik igazából, és nem jár egészség nyerességgel. Ugye, hát sajnos itt a piac, a demokrácia felfogás, a diktatúra, ezek egymással kicsit ellentmondásban lévő dolgok, és nagyon nehéz ebben egy jó szabályozást csinálni. De mondjuk szerencsére a gazdasági versenyhivatal a kormányváltástól függetlenül a legeredményesebben, és szerencsére mondjuk a jogszabályi felhatalmazása is megvolt erre, föllépett azokkal a reklámokkal szemben, ahol olyan egészségügyi ígéret volt a reklám szövegébe, ami nincs megfelelően bizonyítva és nincs tudományosan megalapozva. Ugye itt milliárdos üzletről van szó, ugye, és ezeket megfogni nem lehetett, csak plegykaként mondanám, hogy a tisztiorvosi szolgálatnak arra volt felhatalmazása, hogy az üzletben elkobozza vagy zárolja ezeket a termékeket. Na most hát egy ilyen sarki, akkor még volt trafik, lefoglalni 10 dobozt valamilyenből, hát attól nem történt semmi. A raktárat, meg a gyártást, azt nem lehetett lefoglalni, ugye, mert gyártani bármit szabad, ugye, pláne még olyat is, amit az adott országban tilos forgalomba hozni, mert amíg gyártják, addig nem hozták forgalomba. Na most, hát innentől kezdve aztán a trükkök tárháza végtelen volt. Na most, amikor véletlenül elkaptak valaki ilyen gyógyterméknek álcázott valaminek a gyártását, mire elkapták, a gyár már nem Magyarországon volt, vagy a székhely, hanem Szlovákiában, aztán Szlovákiában is elkapták egy idő után, de addigra már
Lengyelországban vagy Romániában volt, és az interneten folyamatosan hozzá lehetett jutni minden probléma nélkül. Szóval ez egy nagyon, nagyon sötét és nagyon rossz része. Szerintem hát ez nem egy speciálisan nem egy magyar probléma, őszintén szólva, de azt gondolom, hogy nekünk se tesz jót. Vadász doktor úr. Én csak azt szeretném mondani, hogy nagyon élveztem az előadást. Igazán sok irányú, sok mindent felölelő volt, és a tempót is csodáltam, és a közérthetőséget is. A legjobb versenylovak is megirigyelték volna. Kösz. Ez Enrique. Bocsánat, válaszoltam mindenre a kérdésre, az elején valamit igen, még kérdezik. Igen, a jelenlegi parlamenti elnök. Igen, bocsánat. Vagy az előző. Igen, valószínűleg nem volt véletlen, hogy elfelejtette. Szerintem szégyenletes a teljesítmény. Tehát a szégyenletes teljesítmény ott kezdődött, amikor 2009-ben az MSZP eldöntötte, hogy listáról kiket küld a parlamentbe. Akkor már eldőlt, hogy egészségügyhöz és szociálpolitikához értő biztosan nem fog a parlamentbe kerülni. Ugye, és ez így maradt. És hát ez így maradt. Ugye, hát ez a 2010-től 2014-ig lévő időszakot elérte. Kolozs Lajos ugye a parlamenten kívülről tette, amit el tudott érni. Gyakorlatilag nincsen. Na most a 2014-es választás előtt ugye ezek a általam kedvelt demokratikusnak nevezhető pártok küzdött azért, hogy egy egységes programmal próbáljunk föllépni az egészségpolitika és a szociálpolitika területén. Hát az utolsó utáni pillanatban sikerült elérni, hogy egy olyan 8 pontos programba összefoglaljuk azt a 16-ot, amit be úgy meg tudtunk egyezni, és akkor mindenkinek volt olyan pontja, ami kimaradt, vagy ami bent volt, és ez addig tartott, amíg a választást el nem vesztettük. Ugye? És most az utóbbi időben újra próbálkoztam azzal, hogy hát talán mégis egy egységes szakpolitikát össze lehetne hozni, mert hiszen itten érdemi ellentétek igazából nincsenek, nem lehet, úgy tűnik, vagy nem sikerült. Nekem nem sikerült. Még? Ellentétek. Hát kreálni lehet őket, de megegyezni is meg lehetne azért. Meg lehetne. Jó, hát szóval minden esetre az ellentétek lényegesen kisebbek, mint a bizonyos gazdaságpolitikai kérdésekben. PM és a piac, ez egy érdekes kérdés lenne, de ez mindegy is. Szóval az irtikváltozás... Irtikváltozásról beszél. Az irtikek nem fognak változni pozitív irányban, hanem éppen rosszabb irányban, nem? Mert a Fidesz és a Orbán Viktor nem fog változtatni a világnézete. És akkor a dolgok egyre rosszabbak lesznek. Én azt mondom, hogy Orbán Viktornak nincs világnézete. Jó, de nem baj, valami van neki. És szóval ez egy politikai kérdés. És úgy nézik, hogy a politika, a válliberális, vagy demokraták emberek, ezt a információk, amiről ön beszél, nem jut az emberekhez. De a másik oldalról az emberek kórházba járnak, vagy az egészségügyi rendszerbe járnak. Valahogy a lakosság már nincs túlélési esztenye. Miért nem reagálnak? Ha valamire az emberek reagálnak, és az állatok is általában, ez a túlélési esztenről, hogy az életük veszélyben érzik magukat, és akkor reagálnának. De mi van itt? A öregebbek kedvéért, ugye volt egy Obraszov, aki mondta, hogy valami van, de nem az az igazi. Szóval ez, bocsánat, csak ez az első antivilágból visszamaradt kulturális örökségünk. Szóval lehet, hogy Orbánnak van valamilyen világnézete, de biztos, hogy nem az az igazi, és attól függ az ő világnézete, hogy milyen ellenállással találkozik.
Ugye, tehát ez most mondjuk itt a leglátványosabb volt az internet adóval kapcsolatban, de hát én is vetítettem itt olyan ábrát, amikor a gyógyszerköltségeket olyan módon akarták lefaragni, hogy az már a gyógyszeriparnak az érdekeit olyan súlyosan sértette, hogy akkor ebbe visszaléptek. Tehát addig, amíg az egészségügyi ellátás javításáért a nővérek tüntetnek, az orvosok morognak, addig az Orbánt ez nem fogja befolyásolni. Akkor fogja befolyásolni, majd hogyha a betegek és a potenciális majd megbetegedő tömegek kivonulnak az utcára, és azt mondják, hogy ez nekünk fontosabb, mint az, hogy te a várba költöz. Mikor? Azt nem tudom, hogy mikor lesz, de amíg ez nincs, addig nem nagyon számíthatunk arra, hogy őket ez érdekel. Mert onnan veszik el a pénzt, ahonnan lehet. Mi kell hozzá? Hát nyomást kell gyakorolni, és erőt kell tudni felmutatni. Ebbe pedig, hát hogy mondjam, az utóbbi évtizedekben nem túl hatékonyak voltunk. Enrique, a Feri az előadásában azt mondta, hogy egy Orbán utáni világban akkor lesz váltás, hogyha az az értékrend, ami egy Orbán utáni világban gondolom szerinte szükséges lenne, ott az egészségügy az értékrendnek a tetején, vagy a prioritások elején áll. Én is azt gondolom, hogy, hogy az Orbán értékrendje nem fog megváltozni. Szerintem van neki, amit úgy lehet megfogalmazni, hogy hújon a férgese. És hogy az ki, azt majd ő mondja meg, hogy ki a férgese, ez elég jól látszik így az elmúlt öt évből, hogy tényleg a legkisebb ellenállás irányába megy, ebben magának igaza van, de ez azt jelenti, hogy a legrászorultabbakat támadják, a leggyengébbeket, a leginkább védelemre szoruló társadalmi csoporttal kezdték és folytatják, a drogfüggőktől, a hajléktalanokig, a rokkantaktól a gyerekekig. Tehát én az Orbán kormánytól személy szerint nem várok semmi pozitív változást, és ezt akartam volna én is megkérdezni, hogy amit Enrique itt tulajdonképpen elmondott, hogy azért egy idő múlva a társadalomban az életösztönnek föl kell támadnia valamilyen módon, hogy hol van az, vagy mit gondol Ferenc, hogy hol van az a pont, ahol olyan szintre romlik le az egészségügyi ellátás, ahol már szélesebb tömegek megmozdulnak, vagy megmozdulhatnának. Még visszatérve az elsőre, tehát Magyarország az egyetlen olyan ország az Európai Unión belül, ahol a legszegényebb rétegeknek a jövedelmi viszonyai 5%-kal csökkentek az utóbbi időben. Tehát ez a Gini értékben még lehet, hogy a közepén vagyunk, de a legalsó rétegnek a helyzete romlott, és a válság után több ilyen ország pillanatnyilag nincsen, ez egész friss adat. Fogalmam nincs, hogy hol van az a pont, amikor a dolog beindul. A tapasztalat szerintem, ami nyilvánvalóan nem ér semmit, ugye az azt hiszem Tunéziából származik, hogyha a zöldséges felgyújtja magát, akkor ég az egész ország. Tehát valószínűleg ehhez az kell, hogy egyszer legyen egy olyan mentőautó, ami nem érkezik valahova oda időbe. Az igen, volt? Igen, nem volt. Volt, de majd eljön az, amikor... Nem egy, hanem többet. De valószínűleg egy ügy kell, hát egy szikra kell, igen, egy. Szikra kell, ahol személy van, akinek támogatója van, ami megindít valami olyan folyamatot, ami történik. Na most arra, hogy a vezetésnek változzon meg magától ilyen szempontból az érték, erre nem lehet számolni szerintem, mert ugye megoldják a dolgot. Ugye itt volt egy kísérlet a Telki Magánkórháznak a állami VIP kórházával alakításában. Átvettek valakit, szóval mindesetre egyenlően nem lett belőle semmit. 20%-kal nőtt az utóbbi években a magánszolgáltatásoknak az igénybevétele. Nyilvánvalóan egyre könnyebben hozzáférhető ezek a szolgáltatások. Ugye most már a középrétegek is ezt választják érthető okokból. Reménytelennek látom az egészségügyi forradalom helyzetét rövid távon mindenképpen. Nem hiszem.
Szívesen elmondom még egy mondatba ezt a 14 napos történetet, jó? Jó. 14 napos történet ugye, hogy az onkológus, a daganatos betegeket kivizsgálását 14 napon belül el kell kezdeni, mondták az elején. Ugye nekem egy barátnőm elment egy csontsűrűség vizsgálatra, csontsűrűség vizsgálat kapcsán csináltak neki egy rutin laborvizsgálatot, a rutin laborvizsgálatban valahogy egy vasmirigy érték is benne volt, ami valahogy eltért a normálistól, és mondták neki, hogy akkor menjen el, mutassa meg magát egy endokrinológusnak. Kért egy időpontot az endokrinológustól, most azt hiszem március végén, vagy április elején, kapott egy időpontot augusztus közepére, vagy második felére, úgy gondolta, hogy egy kicsit messze van. És akkor fölhívott, hogy ő eddig igénybe vette a házi orvos, mit tudom én. Mint és hogy javasoljak neki, és mondtam neki valakit, hogy kihez tudna elmenni Moszekba. Endokrinológushoz, akihez elment, megvizsgálta, megcsináltatott neki néhány vizsgálatot, és kiderült, hogy egy pajzsmirigy daganata van. Ugye most ilyenkor, innentől kezdve a 14 napos történet, igencsak érdekes, hogy mi történik. Ugye most ezt augusztusban kezdték volna el vizsgálni. Végre miért? Hát, ki tudja, hogy mi történik, így meg júniusban meg fogják operálni. Tehát, hogy borzasztó a helyzet gyakorlatilag. Na most ez a 14 napos dolog, ugye kiderült, hogy akkor nem mindenkire vonatkozik, csak a CT-MR vizsgálatra vonatkozik, ugye hát akkor rögtön mondták az orvos kollégák, hogy hát az nagyszerű, mert akkor ezzel a diagnózissal fognak beküldeni egy csomó embert mindenféle dologra, tehát hogyha nincs kapacitás bővítés, akkor ez a dolog nem fog menni. Ugye akkor erre mondták, hogy hát igen ám, de a TB majd csak annak fogja kifizetni, akinek pozitív lett a lelete. Ugye aztán erre az OEP mondta, hogy hát ez azért igen érdekes lesz, hogy ezt hogy valósítják meg. Szóval szórakozunk egymással ezekben az ügyekben, és behetetnek minket a legkülönbözőbb dolgokkal, tehát én nem tudom, hogy mitől robban a dolog, és mikor. Ja, és még egy nagyon fontos dolog van, ugye? Az egészségügyben nincs sztrájk, és ezt nem is lesz. Kérdezni. Ezt. Nincs sztrájk. Nincs sztrájk, és nem lesz. A nincs sztrájk, és nem lesz, ez a törvényileg nem lehet, vagy nem lesz, mert nem fognak sztrájkolni? Ez mit jelent? Hát nem fognak sztrájkolni. Gyakorlatilag nem fognak. Nem, hát lehet, hogy kisebb sztrájk lesz. Jó, hát nem tudom. Érdemi sztrájk, ami emberek halálával jár, ilyen nem lesz. Feltehetően, illetve hát most is van, mert az is egy sztrájk, ugye, hogyha nincsenek meg a megfelelő eszközök és a hozzáférés lehetősége. Ugye, csak hát nem az orvosok meg az egészségügy sztrájkol éppen, hanem az állam. Az állam. Tehát egy erős túlzásuk. Igen. Még egy kérdésem. Mind a ketten, jó. Enrique és vadászoktól. Na, és akkor azt kell még kérdezni, hogy ön hányszor különböző helyeken, akár vidéken is tartotta ugyanezt a előadást? Ugyanezt nem, de mást igen. Ez még sehol. Ez most először. Na, ez a probléma. Na, de nagyon sok más előadást tartott. Rengeteg előadást tartottam, ezt az előadást ebben az összeállításban. Problematikáról. Nagyon sok. Rengeteg előadást tartottam az ország minden részében. Ez mondom. Nagyon sok. Tehát végigjártam a kampányidőszakban és a kampányidőszak előtt a 2010 és 2014 között az MSZP nyugdíjas tagozata szervezésében voltam. Szóval mindegy. Rengeteg helyen volt a Feri Eszter. Nem voltam. Vehettem volna még több helyen is, de sok helyen volt. Vadászoktól. Én csak azt szerettem volna mondani, hogy nem hiszem, hogy az egészségügy problémái azok valaha olyan mértéket elérnek, hogy a társadalmi változás kiinduló pontjai lehetnek. Tehát ne várjuk azt, hogy ilyen meg ilyen mentőautó késése, vagy bármilyen egészségügyi probléma tudja mozgósítani olyan mértékben a társadalmi erőket, hogy a mindenkori fennálló hatalmat meggyengítse, esetleg kimozdítsa a helyéről. Erről nem volt szó. Legfeljebb arról lehet szó, hogy olyan társadalmi mozgás indul meg egy ilyentől, amitől a mindenkori hatalomnak a prioritás listáján az egészségügy egy picit följebb kerül. De ebben abszolút egyetértek veled, ugye nem ezt tanultuk, más mechanizmusok kellenek ehhez.
Én most egy közgazdasági kutatás miatt vállalat vezetőkkel, tulajdonosokkal csinálok interjút, és csináltam egy 3 éve, 1 évvel ezelőtt is. És amikor arról van szó, hogy mekkora adóteher van, akkor most minden harmadik ember azt mondja, hogy nagy, és főleg ahhoz képest, amit az állam szolgáltat. Mert mit kapok én ezért az adóért az egészségügyben? Amit egy évvel ezelőtt nem válaszoltak nekem. Tehát ez a válasz nem volt egy évvel ezelőtt. Ami azt jelenti, szerintem, hogy minél jobban romlik az egészségügy, ugye minden családban van idős ember, aki azért jár, ritkábban vagy sűrűbben, de minden család találkozik ezzel a problémával, hogy szerintem az lesz az egyik következménye, hogy valóban elkezdenek még inkább adót visszatartani, tehát nem csak adó optimalizálás lesz, mert nem kapom azt érte, illetve máshol tudom megvenni a magán szektorba, akkor miért fizetném én ezt az adót meg, amit az egészségügyre beszednek? Meg eltántorod, tehát a hívek eltántorodása lesz, vagy közömbössé válása, hogy nem azt jelenti, hogy átmegy a másik oldalra, tehát hogy nem azt jelenti, hogy Fideszesből mondjuk MSZP-s lesz, hanem nem megy el szavazni. Nem megy el szavazni, ugye rosszabb esetben Jobbikos lesz. Tisztességesebb, békésebb, demokratikus országokban az egészségügy az mindig a választásoknak egy központi kérdése. Egészségügy, oktatás, helyi közlekedés. Ugye nem a külpolitikán szokott általában valamilyen dolog eltörni. Ugye ebből a szempontból jó irányba megy a magyar társadalom, szerintem, mert az egészségügy és az oktatásnak a kérdései a politikai közbeszédben fontosabb helyre kerültek az utóbbi időben, mint más témák tulajdonképpen. De problémásabbak is még annál is, mint voltak. Van-e még kérdés, vagy megköszönjük Ferinek? Akkor én is nagyon szépen köszönöm, hogy meg tetszettek hallgatni, meg ki tetszettek bírni ezt. Hát mi köszönjük nagyon szépen, mert nagyon informatív volt, és tényleg egészen elképesztő sebességgel jutottunk ehhez a sok információhoz, és láthatóan egyébként nagyon sok munkája van Ferencedben, és duplán-duplán köszönjük. Itt tapsal köszönjük, hogy fedünk.